Magyaródon a Hősök Ligetében gyülekeztek az 1956-os forradalom kitörésének évfordulójára érkezők, ahol Frankó Szőnyi Enikő közművelődési referens köszöntötte őket. A himnusz közös eléneklése után Paulovics Géza polgármester mondott beszédet, amelyből idézünk. Nemzeti jelképek megtagadásából, keresztény értékrend megcsúfolásából, internacionista, kozmopolita szemléletéből, tehetségtelen országlásból és miért mesterségesen szegény sorba tartásból lett elege 1956-ban az embereknek. 1956 bebizonyította, egyetlen politikai rendszer, még egy diktatúra sem maradhat fönn hosszú távon az emberek bizalma és támogatása nélkül. 1956 tiszta forradalom volt. Az emberek leverték a gyűlölet jelképeket, de nem romboltak, nem tettek kárt honfitársaik vagyonában. 1956-os forradalom azért is győzött, mert maga volt a csoda. Maga volt a csoda már a megszületésében is, mert ott és akkor jött világra, ahol már, amikor már senki sem számított rá. Létezésében, mert azokban a napokban megnyílt az ég, és az ember fölötti erővel győzte le a poklot. És halálban is csoda volt, mert bár jeltelen sírban, arccal a föld felé fordítva, szöges dróttal összekötve temették el, mégis föltámadt. Itt van köztünk ma is. Feladatunk, sőt, kötelességünk az emlékezés, hisz ma már a történelmi források alapján, az eseményekből, az átélő személyek emlékezetéből egyre többet ismerhetünk a történelmi tudat is. Sokszínű, sodró erejű, tiszta célú önbecsületét helyreállító forradalom volt az 1956-os, amelyet a nyugati világ szemlesütve ismert el, bár lelkiismerete teljesen nem lehet nyugodt, mert tétlenül nézte eltiprását. A rendezvényen a Jakab Mihály Népdalkör adott elő az alkalomhoz illő dalokat. A Hősök Ligetében elhelyezett kopjafánál elsőként önkormányzati vezetők koszorúztak. Koszorút hoztak a Szent László általános iskola képviselői is. Elhelyezte a megemlékezés koszorúját a Községünkért Magyaródért alapítvány. Nem maradtak ki a sorból a pillangós óvodát képviselők sem. A Laura Vikunya katolikus óvoda is elhozta a koszorúját. Nemzeti színű szalagot kötöttek a kopjafára a Jakab Mihály Népdalkör képviselői. Frankó Szőnyi Enikő John Fitzgerald Kennedy 1960-ban papírra vetett gondolataival zárta az ünnepséget. 1956. október 23-a örökké élni fog a szabad emberek és nemzetek emlékezetében. E nap a bátorság, az öntudat és a győzelem napja volt. A történelem kezdete óta nincs még egy ilyen nap, mely világosabban mutatja az ember csillapíthatatlan vágyát a szabadság iránt, bármely kicsi is a siker esélye, és bármi nagy is az áldozat, amit követel. A szózat eléneklése után a Községünkért Magyaródért alapítvány és az őket követők a református temetőbe vonultak át, hogy ott is elhelyezzék a megemlékezés virágait.